Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És benne Barát Tibort, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjét. Szervusz, jó reggelt! Hey, jó reggelt kívánok! Szervusztok. Na, egy kis rövid hír csokor az elején, és akkor egy kicsit a Teslával foglalkozunk bővebben. Mi történik az európai papírokkal, amiket kiszemeltél, és kik ezek? Így van, na hát nézzük először mondjuk akkor a Bayert, akinek a gyors jelentése volt a tegnapi nap során. Egyébként az EBITDA-ja az valamivel magasabb is lett a piaci várakozásokhoz képest, ugye 2,04 helyett 2,07 milliárd euró, viszont volt egy egyszeri nagy leírás majdnem 4 milliárd euró értékben, ez egy hemofília elleni gyógyszernek az értékvesztésén. Ennek ellenére pozitív reakció volt már tegnap a piacon a papírra, tehát azt gondolom, hogy ugye a mai esésben azért ez viszont ugye fog tudni korrigálni, viszont ami talán még érdekesebb lesz, hogy a cég az osztalék várakozásokat megerősítette, 2,8 euró lesz, középtávú kilátásait szintén megerősítette, valamint hogy Amerikában ugye egy új számmal jött elő, ugye a Monsantónál, ugye a Roundup nevű glifoszát tartalmú növényvédőszerrel kapcsolatban, hogy újabb 1900 per indul jelentettek be ellene, tehát összesen már 11.200-nál tart a peres ügyek száma. Jó, de jól hangzik. És egyébként el is kezdődtek az első perek, már 24-én, ahol annyira tüzes volt a hangulat, hogy például a felperes ki kellett küldeni a teremből, illetve annak a képviselőjét, mert annyira, tehát nem a helynek megfelelően viselkedett az első ilyen tárgyalási fordulóba, tehát ott lesznek majd még ugye érdekességek. Tehát ugye ő a Bayer, Fiatnál annyi, hogy egy 4,5 milliárd dolláros beruházást tervez az USA-ban, ami 6500 munkahelyet hozna létre Detroitban, ugye a régen szebb lapokat látott városban, ahol SUV-kat kívánnak gyártani. Tehát ez mindenképp ugye a Fiat számára ugye egy pozitív hír. Valamint a Volkswagen-nel kapcsolatban jelent meg szintén egy rövidke hír, hogy 1,7 milliárd a Wall Street Journalba, hogy 1,7 milliárd dollárt kíván költeni önvezető autók fejlesztésével a Forddal közösen, tehát látszik, hogy ez az amerikai szál azért ugye erősödik. Igen, itt az európai autógyártóknál. És hogyha már autógyártók, akkor menjünk át ugye a Teslára. Hát biztos már mindenki izgatottan várja, hogy a Elon Musknak a legújabb tweetjében, amit kedd éjszaka hozott ki, ugye három tweetet tett föl, azok után, hogy már korábban ugye problémákba ütközött ugye a szekkel ugye a twittek miatt. Igen. Az 500 ezer autó eladás kapcsán, ugye amiben hát elég titokzatosan írt, azt mondja, hogy egy meglepetést kíván bejelenteni, és ugye a három twitt az ugye arra utal, hogy három dolgot tudunk ebben kapcsolatban eddig. Az egyik, hogy ez amerikai idő szerint ma 14 órakor fog megjelenni azt is, hogy Kaliforniában, és azt is, hogy a Teslával ugye lesz kapcsolatos. Uh-huh. Hát aztán ugye a közönség, vagy hát, hogy miről lehet szó, hogy megy a nagy találgatás, hát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy hát a Model Y-nal kapcsolatban lennének fejlemények, amit korábban már ugye jeleztek, hogy 2019 márciusa környékén jelentenék be ennek az indulását. És hát ugye az időpont is eléggé alkalmas ugye erre, ugye napokon belül kezdődik a Genfi autószalon, ahol ugye több gyártó is ott szokta az új modelleket, vagy a koncepció autókat ugye bemutatni, illetve hát korábban a Model 3-nál is ilyen hasonló tweettel harangozta be Musk az új autót, ugye annyit kell róla azért tudni, hogy mi ez a Model Y. Ugye ő a Model 3-mal lenne ilyen közös, hát ugye korábban azért ennyit már ugye tudtunk róla, hogy a Model 3-nak egy ilyen SUV-sisített változata. Nincs is rá szó, hogy mi lenne ez. Figyelj, ez a következő, Tibor. Súvasított. Ezt a magyar súvasított, így van. Hát csak nem, hogy a fogorvosok is meghallgatják, hogy ezt a... Mert aztán szóval ez az lesz egy ilyen SUV-be oltott változata lesz ennek?
Hát, hogy ugye, ugye amit valószínűleg tudunk róla, hogy nem lesznek ugye sólyomszárnyak, a meghajtás, illetve az akkumulátor technika a korábbiakhoz képest ugye nagyban fog változni, viszont ugye hasonló lesz, mint ugye a Model 3-nál. A 3-asban még volt egy másfél kilométernyi vezeték, itt állítólag 100 méternyi vezetékkel ki tudják váltani a teljes kábelezést. Illetőleg hát volt egy ilyen korábbi ígéret, hogy a 12 voltos A-rendszert, ezt ugye, ami magával hozta ugye az ólomsavas akkumulátorokat, ezt, ami egy gyakori meghibásodási forrás volt, ezt a 48 voltos rendszerrel váltanák ki. Hát meglátjuk, hogy akkor egyáltalán tényleg erről van ez szó, illetőleg akkor mik lesznek ugye a pontos részletek. Igen. Minden esetre ugye Musk azért egy picit megint ilyen szójátékot is csinálta a Twitch-ében, ahol a zökant nevét megváltoztatta Elon Tuskra, és egy elefánt emojit is tett hozzá. Ugye a Tusk, ugye mondjuk én, hát a nagyon magyarra akarom fordítani, akkor ilyen agyart jelent. Igen, agyar, igen. Tehát valahol itt van a... Elon, az agyar, ez lett az új. Elon, nagyon jó. Hát valami nagyon, ugye nagyon, valószínűleg ugye arra akart utalni, hogy valami nagy, hatalmas dolog bejelentésére készül. Ugye a legnagyobb hát lehet, hogy az új egy ilyen óriási, ilyen elefántszerű, ilyen SUV lesz két nagy agyarral, nem sólyomszármokkal, és akkor ezzel megoldják a dolgot. Jó, hát figyelünk erre közben. Tibor, ne arra, hogy belét folytom, de azt látom, hogy totál pirosban nyitott Európa. Nem örülnek a Trump-Kim találkozó hírének egyelőre, úgy tűnik, úgyhogy hát majd figyeljük a fejleményeket, gondolom ti is foglalkoztok vele. Abszolút, illetve hát ma a délután akkor ez, amerikai idő szerint akkor 2-kor várjuk, akkor szeretettel a konkrétumokat itt a Tesla. Igen, oké, köszi szépen, jó munkát nektek. Köszönöm, sziasztok. Szervusz. Barát Tiborral beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.